Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Á, hogy mindenkinek, Ryder vagyok, és elkezdtünk ma egy új Dark Souls végigjátszást. Szerintem már láthatjátok is, hogy mi az, ami különleges ebben a végigjátszásban, most valószínűleg észrevehettétek. Mégpedig nem más, mint az, hogy minden hetedik másodpercben új fegyvert kapunk. Teljesen random, néhány enchantor van, néhány nincs, és a kihívásunk az erre a végigjátszásra, hogy végigvigyük a játékot így. Ezekkel a fegyverekkel. Na most eredetileg egy Warrior class-szal akartam kezdeni. Istenem, miért vagyunk lilák? Szóval, mint úgy mondtam, eredetileg egy Warrior class-szal akartam kezdeni, de a borítóképen egy Knight szerepel, szóval, hey, játszunk egy Knight-tal, miért is ne? És még azt el szeretném nektek mondani, miközben itt haladunk és toljuk a dolgokat, keményen, ahogy azt, oh, Artorias, Great Sword, hogy csináljuk? A csodálatos támadást. Oké. Szóval még ezt el szeretném nektek mondani, hogy miközben így itt haladunk, és ugye csináljuk a tutoriát, meg a stb. Hogy ez lesz az utolsó Dark Souls végigjátszásunk, ami megjelenik a Dark Souls 3 valószínűleg. Először is ezzel szerintem el leszünk egész októberben, ha nem novemberben is, mert ki tudja, milyen nehézségekben fogunk ütközni. Például most ugye itt van ez a csodálatos Asylum Demon, azt hiszem így hívják, és ha jó fegyvereket kapunk, akkor meg tudjuk kölni, ha nem kapunk jó fegyvereket, akkor lehet, hogy ő öl meg minket. Szóval nem tudom, meddig jutunk, most meddig fogunk eljutni. Ott van fent néni, ott állok el, kis mocskos. Nem tudom, hogy fogunk haladni, hogy nem fogunk haladni. Szia szexi. Sőnyegyünk. Tehát látjátok, hogy mi itt a probléma. Hogyha jó fegyvert kapunk, amit tudunk épp használni, akkor nincs baj. Ha nem, akkor ez történik. Áú, oké, semmi baj. Túl hamar ugrottam, igen, ezt láttam előre, túl hamar ugrottam. Oké, abba kell hagyjam itt a csapkodást, mert nem lesz jó vége. Csak úgy a random csapkodást abba kell hagyjam. És kell velük egy jó fegyvert, vagy legalábbis egy használható fegyvert. Oké. Öt sebzés, fakje. Oké, ez használható. Pont most kell ugorj. Jó. Oké. Esle, kérlek, köszönöm. Fuck you! Nyertünk! Lila nyert, és megkaptuk a Demon's Great Hammer-t, soha büdös életben nem fogjuk használni, max, hogyha előkerül. Amúgy... Megint Artorias kard. Amúgy Randynek hívnak, mivel hogy random. És... igen, lényegében haladjunk tovább, toljuk a dolgokat, ahogy kell. Be van kapcsolva a fal. Istenem. Oké, köszönöm, ne legyen ez bekapcsolva, ez nekem nem kell. Ez a gyengéknek kell. Oké. Tower Kite Shield, nagyszerű. Jó, oké. Nem tudom, hogy ugrottál bele, de hát hé, semmi baj. A fegyverünk az most ugyebben nem fontos.
Please, hallj, miért nem haltál meg? Direkt megkértelek, direkt mondtam, hogy please, hallj meg. Gratulálok. Ezek a fegyverek most nem úgy működnek, hogy nekünk jó legyen. Hallj meg, csak hallj meg! Oh, fuck yeah. Oh, fuck yeah, megöklözlek. Három sebzésért, igen. Oké, okay. Most viszont véged. Most viszont totál végen. Oké, okay. Nagyon hamar el fogjuk hagyni ezt a tutorial területet, természetesen nem fogunk itt időzni sokat, feljövünk. Most épp azon gondolkodom, hogy megöljük-e Oscart. De nem. Tehát Oscart nem lehet. Mondjuk pár szóval megöltem, miközben teszteltem ezt a módot, hogy működik-e. De akkor se lehet megölni Oscart, csak úgy. Értitek? Azért ez nem Estus Flask, mert egyszerű. Oké. Oké, mehetünk is. Itt is hagyhatjuk a tutoriál területét. Oké, okay, rip te, Oscar. Rip te. Jól van, menjünk. De hogy került? Mert lehet, hogy a tetőn harcoltak ugyebár Oscarék, és hogy kerültek? Ja, persze, van egy lyuk. Van egy lyuk ott a szobában, ahol Oscar volt. Van ott egy lyuk, ahol be lehet oda esni. Jól van. Menjünk. Menjünk, csak még szerezzük meg innen a kis lelket, mivel szükségünk lesz rá. Ugyanis, ami hátrány, hátlány a Valionnál, a Valionnal szemben, a Valionnal szemben, az az, hogy a ritmi balta, illetve nem, bocsánat, nem a ritmi balta. Az egyetlen hátrányunk az az, hogy a dexterity-nk és a strength-ünk nincs 13-ason, hanem csupán 11-es. Viszont sokkal több az életünk, ami ezért sokat jelent szerintem. Szerintem a sokat fog jelenteni. Az a jelenet tök jó, tök zsír. Isteni. Oké. Okay. Imádom ezt a játékot. Imádom ezt a játékot. Lordran. Oké. Okay. Hát, hogyha nem fogunk szétlagolni. Ki van kapcsolva az FPS, de 30 FPS-sel veszünk fel, mivel hogy DX Story lelokkolja 30 FPS-re dolgokat. De nem baj, az úgy bőven jó lesz. Bőven egyszerű lesz. Oké, okay, megérkeztünk. Na, egyszerű. Megérkeztünk Lordranba. Firelink Shrine. Fuck yeah. Rózsaszínek vagyunk. Vagy lilák, mert hát miért is ne. Oké. Nyomtam Entert. Jó van, tehát amit nagyon fel akarok vinni most, és szerintem totál megérthető, az elsősorban a strength és a strength és a dexterity. Ugyanis, hogy azokat felviszem jól, akkor lényegében bármilyen fegyvert forgat be nekünk a játék, bármilyen fegyvert kapunk, fogjuk tudni majd használni igen könnyedén. Tehát értitek? Mert így most sok fegyvert láthatjátok, ott van ez a kis csodálatos kis X, sok fegyvert nem tudunk használni, szia te kis köcsög. De nem baj, mert ugyebár semmi gond nélkül, mikor már lépünk még egy pár szintet, fogjuk tudni majd használni szinte az összes fegyvert. Úgy számolom, hogy ha olyan 20-20 leszünk, vagy 25-25, akkor már elég sok fegyvert fogunk tudni használni így kapásból, ami azért jó dolog, tehát az totál jó dolog. Szerintem. Oké, okay. Homeward Bound, fuck yeah. Ha már feltük a Homeward Bound, akkor már miért is nem mennénk le New London Runes-ba, és szereznénk meg a... mi az? Estus Flask Shard? Igen. Hogy ugye megerősítsük az Estusainkat. Na most, nem tudom, feltűnt-e, valószínűleg feltűnt, hogy offline játszom. Lényegében ezt azért, mert csaló programmal értem el azt, hogy így randomban működjenek a dolgok, randomban jöjjenek a fegyverek. És nem szeretném, hogyha bannolnának valahonnan.
valamint azért lássuk, hogy ez nem olyan dolog, amit most jön egy ember, hogy na, duellezzünk. Én meg akkor, hát oké, duellezzünk, aztán majd talán Eren Jesus szeret engem, és akkor majd egy jó fegyvert fog adni, amivel tudok nála csak kettőt, aztán megint várhatunk 3 évig, amíg történik valami. Szóval értitek a problémámat. Jó, akkor menjünk le, liftezzünk le, nagyon-nagyon lilák vagyunk, nem tudom miért, meg van szakálunk, valamilyen kis szakálacskánk is van. Oké, hogy működik ez? Nem, azért még tudom a dolgot, tehát ez nem kell aggódni. Igen. Kicsit sötét van a játékban, ha már itt tartunk, akkor brightness. Hát igen, mert nincs feltolva teljesen, de nem is kelljen teljesen feltolva. Feltesszük így 6-osra. Ez így jó lesz. Pakoljuk fel, Istenem, de hogy ez hogy néz ki? Pakoljuk fel így a dolgokat, jó? Wow, leestek az FPS-eink, hölgyeim és uraim! NVIDIA GTX 850-es az akcióban! Fuck yeah! Legjobb videokártya ever. Oké, tehát itt a terv az, hogy átfutunk, igaz? Minden, aztán elhomvágból vagyunk. Homvágból. Itt ez úgy működik, ugye? Hopp, sziasztok, jó? Firekeeper szól, oké, csá. Bye! Igen, Firekeeper szól, az Estus Flask Shard. Az Dark Souls 2-ben van. Itt mi az? Úristen, de mindent elfelejtettem. Ez meg Wing kardja. De rengeteg dolgot elfelejtettem. Azzal kapcsolatban, hogy is működik a játék. Ott a Firekeeper szól. Nem jut eszembe, hogy mi az, ami növeli azt, hogy hány esztuszunk van. Ami gáz. Oké, rekt. Kaptunk egy normális, valamint egy egyszerű fegyvert. Az is jó ritkaság, gyere. Oké, vigyázzunk a tűzbombásra. Tűzbombás. Szavakágyár, jó. Majdnem. Fuck you. Wow. Oké, nem. Köszönöm. Ne szúrjatok hátba, please. Megkértelek, hogy ne szúrjatok hátba. Au. I set fire to the rain. De nincs miért mennünk még, ha jól tudom. Titanite Shard, az teljesen használhatatlan lesz nekünk. A játék folyamán. De semmi baj. Semmi baj. Igazából azt akartam mondani, hogy nem tudom, miért jövünk erre, mert totál mehetnénk, megküzdhetnénk veleggal is, de minek? Elsősorban minek? Oké, patkányvel most nem akarok foglalkozni, mert hogyha nem kapok jó fegyvert, akkor nem tudok veled mihez kezdeni. Szóval ne haragudj meg, de most veled most nem, jó? Oké. Underberg? Ne, pont most váltottál fegyvert. Be lehetne állítani, hogy ne 7 másodperceként kapjunk új fegyvert, de hey, ez az igazi. Így lett kitalálva ez a mod. Akkor így fogjuk játszani ezt a modot. Na, ne! Oké, belementél a falba? Csak úgy kérdezem. Belelöktelek volna a falba? Jó van, menjünk tovább. Hogyha elértünk a következő bonfájhoz, akkor ugye megint lépünk szintet, és akkor haladjunk, így fogunk haladni szépen. Tehát elsősorban csak erre a kettőre fogok koncentrálni. Hey, sárkány Macarena! Csak erre a két szetre fogok koncentrálni szintlépésekkor. Viszont ugyebár később azért megyünk természetesen strength-re, meg endurance-re, elsőre. Oké. Elkalapácsollak. Fuck. Áú, nincs staminám. Az gáz. Áú. Elkalapácsollak. Hollow Warrior Armor. Yeah. Nem fogjuk használni. Fuck.
Áú, elkalapácsollak. Ide be tudunk jutni, nem van a master key, tényleg. De totál be tudunk jutni. Vagy lehet, hogy ide be lehet amúgy is jutni. Wooden Shield. Igazából az egyetlen bug, fogalmazunk úgy, ebben a modban, az az, hogy amikor fegyvert cserélünk, akkor nem számít az, hogy milyen fegyverünk van, az equip loadunk, ugye láthatjátok, 12,4. És 12,4 is fog maradni. Ezt nyugodtan felvetjük, és még fesztrolni fogunk, nem? Nem. Miért nem? Matek! Matek! 50-84-jel. Nem, nem fogunk. Viszont, hogy ezt levesszük, akkor már lehet. Jó, oké. Okay. Oké, okay, tehát bebizonyítottuk azt, hogy szar vagyok matekből. Néha azt is be kell bizonyítani. Néha. Oké. Okay. Haladjunk tovább, lépjünk szintet, ahogy kell. Menjünk. Wow, nem akartam itt hagyni a dolgokat. Please, ne. Oké, okay, rájöttem. De rájöttem, hogy hogy kapunk több Estus flaskát. Kindelölni kell a bonfire-öket. Csak azt nem tudjuk. Azt nem tanuljuk meg. Még egyelőre. Please, válts fegyvert. Nagyon kellett volna, hogy fegyvert válts. Ó, köszönöm. Yeah! Törött kard, rák. Ó! Oh. Meglepően sokat sebez. Fuck you, fuck you. Meglepően sokat sebez. Oké. Okay. Nem tudom, hogy fogok veletek megbirkózni. Ó, oh, így, oké. Okay. Hát ez akkor átüt, hogy bőven elég. Ez viszont már nem. Ú, semmi sebzés, ez nem jó. Elméletileg két fegyverünk van, tehát tudok egyet váltani, és talán az többet fog sebezni, hogyha váltok egyet. Áó. Fuck you. Oké, okay, jó, hogy három évig mutatod a támadásodat, ha lehet. Ostorozódj meg, te szar. Oké, okay, az jó volt, az egy jó fegyver volt. Fuck you. Oké, okay, épp sietni próbálok a bosshoz. Egy picikét. Egy icipicit. Oké, okay, tehát ez itt... Oké, okay, oké. Okay. Fuck. Yes. Jó, nem tudom ez hogy történt, de én elfogadom. Tehát ez én... Semmi rossznak az elrontója nem vagyok. Ez a Kirk kardja, nem? Semmi rossznak az elrontója nem vagyok. Hogyha a játék ilyet csinál, én ezt elfogadom, mint állat. Use Master Key. Jó, te úgy jössz, persze ennek így kell lennie. Gold Pine Resin. Nem fogjuk semmire se felhasználni. Szerintem, amikor fegyvert vártunk, akkor a Gold Pine Resin és a hasonlók eltűnnek, szóval. Semmi értelme annak, hogy használjuk. Gyere. Do the Harlem Shake. Pont jókor váltottunk fegyvert ráadásul. Oké. Okay. Megy ez még, pedig már rég játszottam Dark Souls-t. Mennyire vagyunk bátrak? Hogy érezzük? Yeah! Ó, Istenem! Ó, Istenem! Ó, Szent Jézus! Oh, please! Hajd meg! Kérlek szépen! Ne! Micsoda? Miért élsz még? Ó, oh, igen, jó. Wow! Oké. Okay. Black Knight Sword, Titanite Chunk! Chunk! Oké, okay. Fú, ez intenzív. Jó, pakoljuk fel a Blue Tier Stoneinget, miért is ne? Jó, ez a mód, ez így nagyon intenzív, hölgyeim és uraim. Ezt hittem, hogy nem tudunk gyorsgurulni, de tudunk még, jó. Mivel, hogy nem tudunk számítani arra, hogy oké, okay, most van egy jó fegyverünk. Oké, okay, tord le, nyugodtan, nyugodtan nem izélek. Nem problémázok. Jó.
Oké, meghaltál. Én nyertem. Fuck you. Hévölnek azért még nem megyünk neki. Most, azonnal. Hát először próbáljuk megölni a Taurus Démont, és utána neki megyünk Hévölnek. Úristen, csak most jöttem el, hogyha rossz fegyvert kapok, és mondjuk egy ostort, amikor meg kéne venni a Taurus Démont, és ugye ide jön fel, akkor nagy szarban leszünk. Tehát ezeket így átszulkálom, azzal nincs baj már, amikor át tudom. Azzal nincs baj, de hogyha... mire ide jön a Taurus Démon, és mondjuk egy ostrunk lesz, amivel nem tudunk zuhanó támadást csinálni, akkor nagy szarban leszünk. Jó, ígyünk egyet, csak a biztonság kedvéért. Van még 5 esztuszunk. Gyere, tesó. Idő van. Oké. Okay. Jön a tesó, jól van. Nagyszerű. Gyerünk, gyorsabban, tempósabban. Nem tudunk? Jó! 500 sebzés, az jó, az jó. Az bőven elég. Oké. Okay. Ez nem annyira bőven elég, de hely. Fuck. Au. Taurus Démon, please. Taurus Démon, why you do this? Taurus. Please, fuck you. Oké. Okay. Nyertünk? Megnyertük az internetet? Yeah! Mi a fene ez? Sose használtam. Soha az életben nem használtam. Oké, okay, na most akkor felöltözünk, mint állat. Ugye ide fel kell öltözni, mint állat. Itt az a terv. És csak így tudunk átjutni. És így tudunk visszajutni. Ugyebár a rövidítéshez. Hát ez kibaszott sárkányok, mert miért ne? Logika. Szerintem bőven van elég életünk ahhoz, hogy átszaladjunk. Csak beszélgessünk kicsit mindenki kedvenc lovagjával. Solerrel. Majd nem szóltam Artoriasszal. Artorias is. Ne! Én igent akartam mondani. Please. Yes. Szeres. Szeres, Soler. Szeres. Yes. Szeres. Yeah, white sign soapstone. Jolly cooperation. Oké. Okay. Szia, Soler. Jó szórakozás, Soler. Oké. Okay. Maximum YOLO mód. Jön egy kurva nagy sárkány, csak szólok, hogy jön egy kurva nagy sárkány, jó? Mondtam, hogy csak szólok, hogy jön egy kurva nagy sárkány. Tehát én figyelmeztettelek titeket, nem mondjátok azt, hogy rossz arc voltam, vagy mit tudom én. Én direkt szóltam, hogy hey, sárkány, de nem figyeltetek, hát akkor az én hibám. Oké. Okay. Jó, soha van, hölgyeim és uraim, itt fejezzük be a mai első Dark Souls végigjátszásunk, az ugyebár ezzel a random fegyver móddal. Ha tetszett, akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, hiszen az rengeteget segít. Valamint, hogy vagyok a csatornám. Én azt említettek, hogy iratkozzatok fel. Raider voltam. Valamit még kell nevelni. Hamarosan találkozunk, de addig is. Játsz tovább!